igazából mindenki tud egy csomó közismert tényt a kínai növekedésről. Rendezvény megnyitóján elhangzott a bambusz növekedéséhez való hasonlat, tehát a bambusz lassabban nő, mint a kínai gazdaság. Talán kevesebben tudják, hogy ez a világ kontextusába helyezve mit jelent. Még, azt mondom, hogy még Európa a világkereskedelem és a világkereskedelem finanszírozásának a központja, de a dél-kelet-ázsiai régió jelen Kínával az észak-amerikai, tehát a NAFTA-t már lehagyta. És egyre erősebb a dél-dél irányú kereskedelem, tehát Dél-Kelet-Ázsia, Afrika déli területei, az Egyenlítőtől dél első területe és Dél-Amerika. A világgazdasági válság ezeket a folyamatokat annyiban erősíti, hogy a pénzügyi közvetítő rendszer válsága indította el ezt az egész folyamatot, és a pénzügyi közvetítő rendszer válsága még ma is tart, amennyiben az európai szuverén adósságválság meglehetősen rossz hatással van az európai bankházakra, és csökken az a finanszírozási hajlandóság, finanszírozási kapacitás, amely részt tudnak venni a kereskedelmi finanszírozásba. Ehhez képest Kínának van egy óriási piaca, Kínának van hatalmas gazdasági és pénzügyi ereje, és Kína ugyanúgy, mint Magyarországon, Szerbiában, Gánában, Kubában és egy csomó országban hatalmas összegű beruházásokkal jelenik meg. És közben azért Kínában is van igény olyan technológiákra, olyan fejlesztésekre, amiben azt gondoljuk, hogy a magyar cégeknek vannak lehetőségek. Nyilván nem fogunk tudni nagy volumenekben, hatalmas léptékekben kielégíteni keresletet, nem fogunk tudni multinacionális koncernekkel versenyezni. Ezért is írtam fel azt, hogy piaci rések. Tehát mik azok a lehetőségek, melyek azok a mások által le nem fedett és magyar cégek által megfelelően fejlett technológiával, képességekkel, tudással ellátható ügyek, ahol valóban lehetőségek vannak. Nyilván a távolságok miatt nagyobb a kockázatok, egy új piacra nem ajánlom egy, nem csak Kínára, a világon sehová egy kis és középvállalkozásnak, hogy betegye a lábát helyismerek, kapcsolatok nélkül. Ehhez van egy infrastruktúra, ehhez vannak kamarák, vannak kereskedelmi bankok, vannak olyan intézmények, mint amilyenek mi is vagyunk, ezt majd elmondom, hogy ez pontosan mit is jelent, és hogy ilyen illeszkedik ebbe a körbe. És azt gondolom, hogy kell egy olyan infrastruktúra, legyen az pénzügyi infrastruktúra, legyen kapcsolatrendszer, amelyen keresztül el lehet jutni a piacra. És elhangzott egy cég neve, az Organikái, aki szennyvízkezeléssel foglalkozik, és vezető technológiával rendelkezik a világon, sokkal kisebb területen tud nagyobb mennyiségű szennyvizet kezelni, mint más cégek, de ugyanígy az ivóvízben és egy csomó hulladékgazdálkodási területen magasan fejlett technológiával rendelkeznek a magyar cégek, amelyek a világon és itt Kínában is versenyképesek. Én arról is tudok, hogy van egy olyan magyar építésstúdió, aki egyébként Közép-Kelet-Európában a vezető környezettudatos zöld épületeket tervező cég, aki Kínában egy 1 millió lakosú város teljes tervezését végezte el. Tehát egy város tervezés, pedig egy zöld város integrált zöld energia, hulladék kezelés, hulladékgyűjtés. Tehát nem csak a város, hanem egy rendszer tervezését végezte. Ez egy magyar építésstúdió. Tehát vannak ilyen apró sikersztorik Kínában. Szerintem azért elég sokat kell azon dolgozni, hogy nagyobb sikertörténetek legyenek. Hogy illeszkedünk mi ebben? Az állami export ösztönzés az egy szélesebb rendszer. A kormányzatnak van egy gazdaságpolitikája, annak része a külgazdaságpolitika. A külgazdaságpolitikán belül egy fontos elem a befektetés ösztönzés. Ugye ez, amikor a kínai cégek érkeznek Magyarországra, és itt fektetnek be működő tőkét, erről hallottunk, hogy milyen összegek
amelyek már megvalósultak, és valószínűleg ennél még nagyobb összegek fognak érkezni a jövőben. Egyébként ez a Nemzeti Külgazdasági Hivatal égisze alá tartozik. Ehhez képest létezik az export ösztönzés, mint olyan, ami egy nemzetközi szerződések, egyezmények alapján működő rendszer, ami arról szól, hogy ne a támogatások versenyezzenek, hanem az exportőrök, tehát egy kiegyenlített, egyenlő esélyekkel bíró feltételrendszerben nyújtsanak az államok támogatást az exportőröknek. Az ilyen tevékenységet végző szervezeteket nevezik exporthitelügynökségeknek, és egy ilyen exporthitelügynökség a Magyar Export-Import Bank is. Mi a mi küldetésünk? Alapvetően az, hogy elősegítsük a kormány gazdaságpolitikájának a megvalósulását, mégpedig ezzel az eszközrendszerrel, hogy exportügyletek megvalósítását segítjük elő. Nyilván ezzel az a cél, hogy munkahelyek teremtődjenek, növekedjen az export. Ugye az export növekedés az nagyon fontos szempont most mindenütt, hiszen fejlett gazdaságokban stagnálás, jó esetben stagnálás, valahol egy csökkenés következett be a válság hatására. Szoktam mondani, hogy ami most már 2008 óta tart, az valószínűleg már nem válság, hanem a realitás vagy új gazdasági folyamatok. Közben Dél-Amerikában, Afrika déli területein, nem beszélve Kínáról, hatalmas növekedés van, és mindenki ide szeretne exportálni. Az összes fejlett gazdaság ugye a fejlődő, nagy növekedésű államokba kíván exportálni, tehát egyre nagyobb a verseny. Tehát ahova a magyar exportőrök mennek, oda mindenki most megy nagy erőkkel, azok is, akik eddig nem jelentek meg piacokon, hiszen ott tudnak eladni, ott van kereslet, fejlett államokban, különösen Európában a szuverén adósságválság nyomán olyan intézkedések születnek, amik csökkentik a belső keresletet. Tehát a növekedés a válságból, kilábalás az az exportpiacok irányában van. Ehhez kapcsolódik ugye az állami export ösztönzési rendszernek az a feladata, hogy olyan ügyletek megvalósulását segítsük elő, amit a kereskedelmi bankok nem tudnak. Nem tudnak olyan kockázatokat vállalni, nem tudnak olyan hosszú futamidejű finanszírozást nyújtani. Természetesen Kína szempontjából azt gondolom, hogy nem arra van szükség, hogy mi hosszú lejáratú, nagy összegű hiteleket nyújtsunk, hiszen Kínának, mint ugye említettük, mindenki tisztában van vele, hatalmas a pénzügyi ereje és a gazdasági stabilitása. Tehát nem azokra a programokra van szükség, amikor ilyen 5-10 éves futamidejű nagy beruházásokhoz kapcsolódó finanszírozásokat nyújtunk. Másik oldalról meg nem is az a realitás, hogy a magyar cégek nagyon nagy összegű beruházásokat valósítsanak meg Kínában. Valószínűleg a néhány százezer eurótól a néhány millió és néhány 10 millió eurós nagyságrend szokta mondani az, ami egy magyar exportőr számára reális nagyságrendet képvisel. Ezekben a volumenekben pedig Kínában általában nem igényelnek hosszú finanszírozásokat, másrészt a kisebb összegű ügyleteknél meg alapvetően nyitva szállítás történik, tehát ott igazából a kockázatokat kell kezelni, és azt gondolom, hogy nem biztos, hogy akkreditíveken keresztül kell Kínával kereskedni. Vannak nemzetközi bankcsoportok, itt van Magyarországon a Bank of China is, és ki lehet alakítani olyan rendszereket, olyan eszközöket, amelyeken keresztül a távolságból, kulturális eltérésekből, jogi eltérésekből és egyebekből fakadó problémák, félreértések, kockázatok kiküszöbölhetők. Amik így megoldhatók, az igazából nekünk nem dolgunk, hiszen az nem lenne egy hatékony dolog, meg másik oldalról mi a kereskedelmokkal nem is versenyezhetünk. Ugye itt a bevezetőben elhangzott, hogy az UniCredit Bank yuanban számlát vezet. Ez azért egy nagyon érdekes dolog, mert a nemzetközi szakirodalomban egyre erősebb tendenciaként jelenik meg, hogy akik yuanban tudnak szerződni, azok előnnyel állnak szemben a kínai cégekkel, mert jobb kondíciókat lehet elérni, olcsóbb esetleg erről az oldalról kezelni az árfolyam kockázatot, mint Kínában a kínai cégeknek, és nekik ez nagy könnyebbség. Nagy bankházak, nemzetközi
konszerneknek, globális beszállítói láncoknak, integrációknak, Hongkongon keresztül integrálták a yuan fizetéseket a globális cash management rendszereikbe. Tehát ugye ezek a cégek, akik tizen sok devizában a világ minden részén jelen vannak, ők elérhető számukra már az, hogy a yuan kínai fizetések is integrálódnak a rendszerbe. Most Magyarországon is megteremtődik a lehetősége annak, hogy a magyar exportőrök yuanban kössenek üzleteket, amit mondottam, ez versenyelőny lehet. Kínai cégekkel könnyebb lehet így üzleteket kötni. A másik fontos szempont itt van a Bank of China Magyarországon. A Bank of China-val mi elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogy tudnánk segíteni. A nevünkben benne van az, hogy export-import van, de az export a hangsúlyos. És mi alapvetően az export oldalát tudjuk támogatni az ügyeknek, viszont elég sok kínai import is érkezik, és a Bank of China lehet egy másik olyan hídfőállás, amelyen keresztül biztonságosan lehet lebonyolítani a tranzakciókat mindkét irányban. Itt föl vannak azok a klasszikus eszközök ezen a prezentáción, amivel egy exporthitel ügynökség működni tud. Itt mondottam a hosszú lejáratú finanszírozások, ami ezek a több éves hosszú lejáratú finanszírozások nem gondolom, hogy Kínában nagyon reálisak, meg azoknál az ügyleteknél, amiben Kínában beszélgetünk. Az már érdekesebb lehet, hogy a nyitva szállításoknál milyen kockázatokat lehet vállalni, és a társintézmények, a Magyar Export Hitel biztosító tárgyalásokat folytat a kínai színosúrral arról, hogy hogy tudnának együttműködni, és hogy lehetne esetleg Magyarországról közvetlenül cégkockázatot biztosítani, ugye a MEHIB tud nyitva szállításhoz biztosítást nyújtani. Ez nem egy egyszerű dolog, sok a távolságok, stb. Amit mondottam, de nem lehetetlen együttműködve egy kínai társintézménnyel. Ez is lehet egy csatorna, ami segíteni tud. A másik dolog az pedig az, hogy a magyar cégek mivel is foglalkoznak? Ha megnézzük az export szerkezetét, a magyar cégek a feldolgozóiparban jeleskednek leginkább, tehát a magyar export jelentős része az feldolgozóipari, és alapvetően az Európai Unióba irányul. Hozzáteszem, hogy itt elhangzottak számok a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokról. Szerintem sokkal többet exportálunk Kínába, csak ez nem jelenik meg a statisztikában, mert ez Németországon és nyugat-európai államokon keresztül történik. És egy csomó feldolgozóipari exportunk, az ugye az EU-ba irányul, de ráadásul ezek alapvetően részegységek, alkatrészek, amik nagy berendezésekbe beépülve eljutnak a világ minden pontjára, itt Kínába is. Tehát azt gondolom, hogy közvetett módon sokkal több magyarul áru jut el Kínába, mint egyébként közvetlen módon. Az exporthitel ügynökségek klasszikus tevékenysége ez a hosszú lejáratú vevő oldali finanszírozás, tehát a vevőnek adunk hitelt azért, hogy vegyen magyar árut gyakorlatilag. Viszont egy feldolgozóipari cég az ő tevékenysége az nem arról szól, hogy hosszú lejáratú finanszírozásokat igényel, hanem azt igényli, hogy folyamatosan tudja finanszírozni a termelését, tehát forgóeszköz ciklusokat, forgóeszköz igényt kell megoldani. És ezt dolgoztunk egy egyszerűsített konstrukciót a magyar KKV-k részére, mert tavaly évben indult, és napokban jelent meg egy sajtóközlemény, hogy ezt meghosszabbítottuk. 9 kereskedelmi bankon keresztül érhető ez el, ugye nekünk nincs fiók hálózatunk, nem is ez a feladat, hogy ilyeneket építsünk. Minél szélesebb körben az exportőröket kereskedelmi bankokon keresztül tudjuk elérni. És a dolognak az a lényege, hogy tartós forgóeszköz finanszírozást tudunk biztosítani euróban, mégpedig oly módon gyakorlatilag nemzetközileg versenyképes feltételekkel. Tehát amit országkockázati felárban beépülne egy euró változó kamatozásra, euró finanszírozásban, ezt ezzel meg lehet nyerni. Gyakorlatilag kiegyenlíti az európai vagy a régiós versenytársakkal szemben a hátrányokat.
ez 2-5 évre érhet el a finanszírozás, egy szépség hibája van, fél évente törleszteni kell, mert csak így tud illeszkedni az OECD keretei közé ez a történet. Viszont ezzel azt érjük el, hogy megőrizni, növelni tudják a magyar exportőrök a versenyképességüket. És mivel a magyar export ágazati termékszerkezete, mint mondottam, jelentős részben olyan irányú, hogy alapvetően a termeléshez szükséges finanszírozást igényli, ezért ez egy fontos eszköz lehet ebben. Hogy mit is jelent ez az alacsony ár? Ez a bizonyos, az európai, az OECD-nek van egy referencia kamatlába, ez az exporthitelek legkisebb kamatlába, ez éppen most minden hónap 15-én teszik közé, ez most Euróban 1,72%. Azt gondolom, hogy ez egy elég versenyképes áron, én a kereskedelmi alapoknak tudom forrást biztosítani, illetve ehhez képest kamatkedvezménye, és ezt tudják továbbadni önöknek. Meg fönt vannak ilyen apróságok, hogy milyen preferált reakciók vannak a külgazdasági stratégiával, stb. Összhangban, meg mik azok a kizárólag okok, amelyek az export finanszírozásban megjelennek. Azt gondolom, hogy ezt a prezentációt úgy is elküldik a résztvevőknek, ezt meg lehet nézegetni. Meg vannak elérhetőségek is, mind az Eximbank, mint a MEDIC szempontjából. De azt gondolom, hogy ugye a mi feladatunk az, hogy konkrét ügyletek megvalósulását segítsük elő. Akkor jön el a mi szerepünk, amikor az üzleti tárgyalások eljutnak egy olyan szintre, ahol olyan kockázatokat kell vállalni, amit a kereskedelmi bankok nem tudnak, vagy olyan finanszírozást kell nyújtani, amit kereskedelmi bankok nem tudnak nyújtani. És ugye, ha önök közül bárkinek ilyen igénye van, akkor nagy szeretettel forduljon hozzánk, és meg kell segíteni abban, hogy minél több magyar exportőrnek legyen sikersztoria Kínában, és be tudjon kapcsolni a kínai sikersztoriba. Köszönöm a figyelmet!